áldozható Istenhez szerelmünkön, és énekeljük együtt magasztalva bűnünkkel, és bekapcsolódva teremtett mindenség Istenhez énekében a 61-es szám. 61-es szám.
halljuk az igét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének 16. és következő verseiről. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a városelem a várványunkban. Nap mint nap vitázott a zsinagógában, a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott Isten félőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyeseket kérdezték. Mit akarnak ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták. Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézus és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az a új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amit halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, szeretném tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek bevándorolt idegenekkel és egyébben sem töltötték az idejüket, míg azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek láttam titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Aki tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. És a 30. vers. A tudatlanság időszakait ugyan elhiszte Isten, de most hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Hallottuk az írott igét, a 35-ös számú énekkel folytassuk. 35-ös énekkel. Tették a dolgokat,
örömmel, mert a te dicsőségedet hirdetik. Add, hogy az az elköteleződés hit, amelyik megerősödött, ne vagyom alá, ne veszem el, hanem lándoljon akkor is, a falakba, értetlenségbe, elutasításba közeledő közé. Fiad a Krisztus nevében és nevén kérve, légy velünk, és segíts holnap, holnap után az idő végezetéig. Amen. Énekeljük a 79-es számot, énekünk el. 79-es. Evangelizálás, nem tudom, mikor hallottad utoljára,
de nagyon bízok benne, hogy nem tőle áll össze. Evangelizáció. Mi jut eszedbe? Mi jut eszedbe, mikor ezt a kifejezést hallod? Talán plakátot a templomajtón, esetleg a gyülekezeti gondolatban, esetleg a szórólapokat. Mi jut eszedbe, amikor ezt hallod? Talán Filipe, ki az, aki ott volt évtizedekkel ezelőtt, és ez eléggé leszűkíti a lehetőséget, tehát a 80-as évekről beszélek, aki ott volt Billy Graham első Magyarország evangelizációján négy stadion. Debrecenben is volt a Szappanos utcán. Népsavion, tudom. Népsavion kérdeztem. De ott is volt. Nagyon köszönöm. Azért kérdeztem a Népsavion, mert az az imaház Debrecenben az kicsi, és szándékosan egy 70 ezeres tömegrendezvényre szerettem volna még irányítani. De nagyon örülök, hogy mások Debrecenben voltak ott, ahol sokan voltak, de nem 70 ezeren. Mindezt azért hoztam szóba, mert akkor, a 80-as évek vége felé, ez óriási szenzáció volt Magyarországon, a lefolytott évtizedek tiltása után hatalmas dolog volt. Az egy másik kérdés, hogy a politika nyugat felé mit akart ezzel demonstrálni, és az egy másik kérdés, hogy amikor annak idején az Egyesült Államokba jártunk, és a Billy Graham Centerbe is elmentünk, ahol az amerikai ébredés múzeuma is van, meg Billy Graham munkálkodásáról is vannak termek. Nos, akkor ott láttunk egy ekkora nagy bázát, ami Magyarországon készült, egy híres magyarországi porcelán műhelyben, és elmondta az ottani amerikai lelkészkorok a büszkén, oda volt írva, hogy ezt annak idején Billy Graham, Magyarországon járt, akkor Miklós Imre nevezetű állami egyházügyi hivatal elnökétől kapta. Mert hogy hát fogadta az állam egyházhoz elnyúló szervezetének az elnöke, hogy értsük ki a Miklós Imre. Mi Tani fiammal összemosolyogtunk, amikor ott láttuk mindezt, és elmagyaráztuk a vendéglátóknak, hogy ez az ellenség ajándéka volt. Nos, igen, olykor kellene ilyen nagy tömegrendezvények is. De nem ennyi csupán az evangelizáció. És nem csupán az az evangelizáció, hogy most jön az imaház, most jön egy templom, amikor kiplakátoljuk, meghívunk valakit szolgálatra, és valóban hívogató, megtérésre szólító üzenetet hallunk. Úgy gondolom, hogy gyakran beszűkül erre a mi evangelizáló fogalmunk. Úgy gondoljuk, hogy ha evangelizáció, akkor hát nem is Népstadion, de legalább egy jó nagy helyiség, esetleg szabadtér, ahova megpróbálunk több száz, esetleg több ezer embert összegyűjteni. Ne értsük, ezekre is szükség van. De az evangelizálás, talán héten kezdtünk rájönni ennél sokkal több, nem létszámban, hanem tartalomban és minőségben. Mert hogyha leszűkítjük ezt a gondolkozást, hogy az evangelizáció az valami tömeges, jól megszervezett, előre elkészített, sok imádsággal megküzdött alkalom, akkor ez másik oldalról minden áldás mellett. Másik oldalról nagyon könnyen tételni tehetünk. Úgy gondoljuk, hogy fel vagyunk mentve, legfeljebb részt veszünk egy ilyennek az előkészítésében, legfeljebb segítünk. Ezen a héten előttünk állt egy Fülöp nevezetű ember. A nyitó átítat végén
azt mondta, hogy legyél különbé. Hogy is volt? Próbáljuk egy picit emlékezni. Az evangelizálás két formáját láttuk. Láttuk az egyiket, ami a Samáriában történt, ahol viszonylag sokan hallották meg az evangéliumot. Mondhatnánk, hogy már-már tömegrendezvényszerű volt, és ez nagyszerű. Így beszél ott róla a Cselekedetek könyve, hogy Samária befogadta az igét. Azért nem lehetne tenni keresztényeket sem, de sokan ott voltak. És mind ezért Jeruzsálemből le is mennek az apostolok a kapcsolatot is építeni és megerősíteni az ott megtért embereket. Ez a samáriai evangelizálás, úgymond, ez a samáriai ébredés, ahogy mondanám más szavakkal, ez tehát viszonylag sok embert érintett, és kapaszkodj meg, nem az ottani négy stadionban volt, amit az ókrakostásnak hívnak, és nem is a samáriai táborban volt, mert nem volt egyszerű tábor, Samáriában. Valahol ott volt a városban, nem tudjuk pontosan, hol az voltak. De emberek tértek meg, gyülekezet kezdett formálódni, öröm volt ott. Ez az egyik, amiről rugasan hallottunk a hétfőn. És amikor evangelizációról van szó, akkor látod Fülöpöt egy egészen más helyzetben is. Ami bizonyos gácai info, amiről megkapja előre az információt, hogy néptelen, vagy a hívfordítás így mondja, hogy járatlan, tehát kevesen járatlan ott. És ekkor külön gondolkoztatott volna, valahogy úgy, ahogy én tegnap este hallottuk, oda minden nem megyek. Hát így Samáriában sokat vannak érdeklődők, nyitottak, meg hál' Isten már vannak hívő testvérek, hát ez a jó. Itt jól érzem magam. Az Úr meg azt mondja, hogy menj el, most ott van feladatom. És egy személyes evangelizáció, legalábbis eredményét nézve, egy személyes evangelizáció történt, mert annak bizonyos főemberen, hogy szeressen komornyi, őt érnek. Azt nem jelzi fel az írás, hogy a kísérete, mert egy pénzügyminiszter abban az időben nyilván nem egyedül utazott sok száz kilométer országon keresztül, hogy a környezetére milyen hatással volt, ez nem tudja. De külön megtalálta a bizonyos kapcsolódási pontot, és hűségesen a küldetését teljesítette. Látjuk tehát a két úgymond végletet, sok ezer esetleg tízezer ember együtt, és egy járatlan út, minek menjek én oda, hát ennél jobb lehetőség is volt. És az Úr úgy döntött, hogy nem Péter küldte a gázai útra, nem János küldte, nem a 12 valamelyikét küldte, hanem elküldött egy diakónus. A diakónus mire választotta vissza, hogy a gyülekezet? Hát az asztal körüli szolgálatot, hogy az a kétfős csapat szervezze, irányítsa, végezze. Fülött mondhatta volna, Uram, bocsánat, küldjed a 12-t. Hát ők a profik ebben, meg elvileg őket hívtad el, meg már korábban is elküldött. Én, ez nem az én területem. Én hűséggel megcsinálom azt, amit rám bízta, de evangéliumot mondani, én beszéljek másoknak. Hát ez nem. Nos, elmegy. És ez a lépés nagyon fontos ahhoz, hogy valahol, ahogy ma hívnánk azt a területet, Afrika, Szarvák, Etiópia, vidékét, a Nílus felső folyását, valahol a környékét, a forrásvidékének a környékét, hogy elvigye az evangéliumot. Vagyis Fülöp lesz az, aki úgymond megtérésre hívja, és ilyen értelemben elindítja az első külmisszióba küldött ember, aki hazament, és nyilván vitte magával mindazt, amit hallott, amit átélt, miután megkezdte. Hát eddig jutottunk a héten. És akkor most, ha visszaemlékezünk arra a bibliai szakaszra, amit az előbb olvastam, akkor én szerintem többen megakadtak, hogy
miért nem egy nagy durranás jelenthető bibliai szakasz olvasunk most? Miért ilyen úti beszámoló? Hiszen miket is olvastunk? Hajóultunk végére, illetve Tírusból Tolamaiszba jutottunk, bementünk, egy napig ott maradtunk, másnap elindultunk, megérkeztünk Cézárra, bementünk, aztán megint tovább mentünk. Miért pont ez? Hol is vagyunk tehát most? Most álljon előttünk Fülöpház, Cézárjában vagyunk, vagyis igen közel az ország Izrael északi határvidékéhez, a pogány, úgynevezett pogány határvidékhez, befolyáshoz, Cézárjában vagyunk. Egészen pontosan Cézárján belül Fülöpházában. Hát nem a négy stadion következne ezután. A Várkegy után nem az következne, hát 400-an voltunk, akkor jöjjön egy 1000-es, 2000-es, 10000-es evangelizálás. Jöhet ez is. De most a bibliai szakaszunk Fülöp életét követi végig a héten. És nagyon megdöbbentő. Samáriában sokan hallgatták és fogadták az igét. A gázai úton. Egy ember, és most itt a hétvégén meg ott egy olyan történetet olvasom, ahol Fülöp nem hívott fel. Ahol Fülöp nem beszél. Vizsgáljuk meg egy kicsit ezt a bibliai szakaszt. Vajon mire tanítat az Isten szentelke bennünket ezen a szakaszon keresztül? Tehát Fülöp házában vagyunk. Újra otthon van Fülöp. Mondhatnánk azt is, ráfér már egy kicsit, hogy megpihenjen. Az Isten ügyében nagyon sokat dolgozott, végre otthon van. Igen, otthon van Cézárjában. És mi történt ott? Hát nem jöttek az emberek, nem tolongtak ott, hogy Pélics már nem felelnek. Mert hallottuk, hogy ott a gázai úton. Nem. Ki érkezik meg? Pál néhány mutatásával. Pál és csapatával, akik mennek Jeruzsálembe. Most éppen nem a pogány vidékre mennek, hanem mennek vissza Jeruzsálembe. Ők érkeznek Cézárjában, és Fülöp az, aki befogadta őket. Itt van előttünk, aki evangelizál, eredetileg diakonusi feladatokkal visszállt meg, és most itt van előttünk, hogy házigazda, vendégfogadó. Fülöp az, aki befogadta Pál és ezt a kis missziós csapatot. Fülöp az, aki fölkészíti őket, mondja, kuti csomagot készít neki, hogy tovább menjenek Jeruzsálembe. Itt nem olvasunk arról, hogy nagy prédikálás lett volna Fülöp részéről, és még arról sem olvasunk, hogy legalább Pál mennyi prédikálás lett a tanulók. Itt olyan szóval nagyon egyszerű dolgokról olvasunk. Felkészítette, segítette, ráadásul a háttérből. Itt Fülöp nem elől van. Itt Fülöp hátráfokozódik. Itt tulajdonképpen Pál és a missziós csapat van előérve, akik úton vannak, és őket segíti. Mondhatnám, újra asztalon körül szolgálatban látjuk ezt a Fülöp. Aztán mit olvashatunk? Hát nem azt olvastuk, hogy és Cézáriában mi plakátolták, hogy itt van Fülöp, sőt, még egy nagyobb is itt van a híres Pál. Gyertek, hallgassuk! Nem, nem ezt olvassuk. Itt arról olvassunk, valamiért az Isten lelke fontosnak tartotta, hogy ezt följegyeztessék, hogy Fülöpnek van négy lány. Egy mondatot soha Fülöp családjáról. És ez a négy lány kívülön. És akkor gondoljunk a családjainkra. Mert az Isten ügy az nem egy személyes. Ott van a négy lány. És jól fog meg a szép parfáját. Mert ugye vannak, akik azt idézik. Pál megérte, hogy az asszony hallgasson, hogy lehet. Itt meg mit olvasunk?
hogy szülött négy lány a profétát. Hát nyilván nem sütjük a bent a szobába egyedül, hanem emberek között az Isten aktuális üzenetét, vagy az üzenet aktuális hangsúlyát szólaltatta meg. Négy nő, négy diadal, négy lány. Az írás mindig teljes egészében kell tanulmányozni és figyelni. Mert az egy más összefüggés, ahol Pál azt mondja, hogy ne szóljon a gyülekezetben. Mert ugyanakkor más ügyvédeit meg arról adnak példát, hogy szóljon. De ma nem ez a feladatom, hogy ezt végigmagyarázzam, hanem az, hogy fölhívjam a saját figyelmünket arra, hogy itt van előttünk egy családi otthon, itt és otthon van ülünk, aki szabályára egy pénzügyminiszternek tért, aki részese volt a samáriai ébredésnek, mint evangélizátor, most otthon látjuk családja körében. Nem akarok senkit megérinteni, de ma az a problémát. Vannak a van persze, akinek itt van a családi köve is, sőt, még rokonai is vannak itt, de azért vannak még nekünk otthon is ismerőseink, családtagjaink. Haza kell menni, a helyről le kell menni. Vissza a régibe, az otthoniba, amiről megpróbáltunk egy hétre kiszakadni. Nos, otthon látjuk Fülöpöt, és akkor látjuk a négy idő lányt, akik szólnak az Isten ügyéről beszélnek. Hol vagyunk? Cézáreában. Cézáreában, és érdemes akkor arra is emlékeznünk, hogy az evangélium Izrael határát, Izrael népének határát, hol lépte át úgymond először, éppen itt Cézáreában, Cornélius házában, de ott Péter volt ott nem külön. Ezt is érdemes észrevenni, mert érdekes és elgondolkozható. Vagyis Fülöp ott él, ahol korábban ellenségnek tekintett emberek voltak. Fülöp ott van a családjára, a hívőnek jelentően. De testvérek között most már. Ott van Pállal és a többiekkel. És nem csak testvérek vannak itt együtt a hívben, hanem szolgatársak is. Hiszen Pál és kis munkatársi csapata városról városra, méghozzá nagyvárosról nagyvárosra mint az evangéliumot. Külön máskor és máskor vitte az evangéliumot, és nem egyszerűen a kenyeret tette az asztalra, vagy segítette az özvegyet, hanem vitte az evangéliumot. És itt szolgatásokat látunk egy. Vagyis meg kell tanulnunk az igétől, hogy van személyes feladatunk és küldetésünk, és van közösségi feladatunk és küldetésünk. Mert időnk nem magánunk, hanem a legszemélyesebb közünk, ahogy ezt meg szoktuk fogalmazni. Itt most együtt vannak Pál és a többiek, akik úgymond evangelizációs körúton voltak, és ott van Fülöp, de most Fülöp nem evangelizál, hanem végzi azt a szolgálatot, ami a háttértől föltétlenül szükséges, hogy az evangélium terjedjen. Vagyis mit tanulnak, mit láthatunk meg? Az, hogy az Úristenről nincs sablon. Nincs sablon. Igaz az is, hogy az Isten elhívott némelyeket apostolokból, prófétákból, evangélistákból, tanítókból, pásztorokból. De Fülöp nem erre hivatott el, mégis vannak olyan helyzetek, ahol a nem evangélistáin elhivatott ember is evangélista kell, hogy legyen. És ez a te életedben is így van. Nem biztos, hogy az evangélizálásra kaptál karizmát, kegyelmi ajándékot, hogy nagy körutakat szervezél, és menjél, és mondjad, és mondjad. De van biztos, hogy kaptál a hívást, hogy ne legyél fúva. Amit átéltél, amit megtapasztaltál, azt adtad. Nem kell többet.
különre szentelt. Így áll előttünk fülön. És ezért terhelődött rám a táborra készülve külön életet. És nem Pál. Mert azt mondanám, én nem akartam elhivatást. Van, aki hittudományi egyetemet végzettek is, de mindannyian tartottuk elhívást. Hogy amit megtapasztaltunk, átéltünk, amiről eddig énekeltünk, azt mondjuk tovább. Mert Istennél nincs akkor. Változatos az időpont, nagyon változatos a helyszín, látjuk, hogy a mód is mennyire sokféle volt, Samária vagy éppen Gázai út, nincs akkor. Ilyen értelemben bármelyikünket szeretne Isten egyik, másik helyzeten, úgymond evangélium hirdetőképpen. Miközben van, akiknek valóban az adatot, hogy első sorban evangélizálni, de mindannyiunknak az adatot, hogy evangélizálni is. Istennél nincs tehát sablon, és nincs sablon olyan értelemben sem, hogy az evangélizálás az nem azt jelenti, hogy na most hülye, elmondom neked, és akkor 10 óra 25 van, ha értelmes és figyelmes vagy, én 5 perc alatt elmondom neked, tehát 10 óra 30-kor meg fogsz élni. Nem. Hiszen ez az etióp főember nem Fülöptől hallott először az újságot. Azért jött Jeruzsálembe, hogy imádja az Isten. Ő egy Isten félelme. Bár pogány kivéken nevelt, nem kapott indiai a vallásos nevelés. Isten félelme. Azt is tudtuk róla, hogy Ézsaiás tekercsét olvasta, mindig olvasó ember volt. Itt vannak az előkészítések. Az Úristen nem tudjuk pontosan, hogy kiket használ föl, hogy mindez megtörténjen. Aztán kellett egy külön is. Az Istennél nincs akkor, és lehet, hogy valaki azt mondhatta volna, hogy hát, én elmondtam neki, de nem tért meg. Lehet, hogy valaki azt mondhatta volna, én ajánlottam neki, hogy vegyél egy bibliai tekercset, nem tért meg. Az Úristen mindezeket, az embereket is fölhasználta, hogy fölkészítse arra, hogy egyszer majd Fülöppel találkozzon, és Fülöpnek nem az a dolga, hogy hanem az a dolga, hogy ott akkor megkérdezem. Érted, amikor most? Több lépcsőből áll. Ne keseredjünk el, tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy nagy lendülettel az állatunk, mi uram elmondtuk, hát alkalmatlan vagyok. Biztos azért nem tért meg. Igaz, én is alkalmatlan vagyok. De vegyem észre, a bibliai példákból is vegyem észre, hogy az Úristen sok minden, amit felhasznál, ami kinek-kinek az életében bekövetkezik az a pont, ahol megfordul és megtér. De ugyanúgy fontosak azok, akik előtte ücsöket közben. Istennél tehát sokféle lehetőség korban van, és hiteles életeket akar használni. Lehet, hogy a folyóparton, mint Filippiben, vagy zsinagógasabon, a folyóparton ültek össze imádkozni, oda ment Pál is, amikor ott járt. Lehet, hogy a börtönben, ez nem volt benne Pál munkatervében, hogy na és én ide elmegyek prédikálni, de amikor vizsgálati fogságra vetik hamis Pál alapján, a börtönök tér meg. Az Úristennél nincs hatnod, lehet, hogy egy családi ház lesz az, lehet, hogy ez a tábor volt az, ahol mindaz, amit az Isten az életedben eddig végzett, sokkal hátal, azt most valaki valahogyan, valamiért tovább tudta vinni. Ez a valaki az Úr, de használ bennünket egymást, hogy a munkáját végezze. Mit hívül tehát, ami veled történt? Ez ennek a hétnek az üzenete. Amit tudsz, amit átél. Hatalmas teológiát, akkor egy kicsit fokosabban, bölcsebben, nagyobb összefüggéseket is fölvillantva. Ha nem tanultál teológiát, nem baj, akkor is cselekedett az Úristen veled sok mindent. Azt itt
tovább, azt halljuk tovább. A különböző lehetőségeket ismerjük el, ragadjuk meg. Lehet, hogy egy mondatot kell mondani, lehet, hogy egy kicsit többet a gyermeknek, az unokának, ismerősnek, munkatársnak, iskolatársnak, ahogyan éppen az Úristen adja. Keressem ezeket az alkalmakat, vegyem észre, legyek kreatív, és ne sablonban gondolkozzak én sem, hogy valakinél ezt mondtam és ott hatott, akkor most mindenkinek ezt fogom mondani. Hiszen akkor rossz orvosok lennék, hiszen az Isten mentsen meg attól a gyógyítótól, aki csak egyféle gyógyszert ismer, és minden betegség azt írja föl. Vidd hírül, amit veled tett az Úr. Lehet, hogy kicsit kampányszerűen, mert sokan, mint ahogy annak idején a Népstadionban, ahogy gyakorlatilag az egész ország rengeteg felekezett, gyülekezett, készült, mozgósított vitt, és összegyűltek meg az ember. Nagy része így rendelték már. De vittek azért embereket oda. Lehet, hogy így. Lehet, hogy csak egy imaház, lehet, hogy a család otthona, lehet, hogy bárhol azt mond el, amit eddig átértél, amit megtapasztaltál az Úrtól. De ne feledd el, hogy szabad képezni magad. Szabad előrébb lépni. Szabad egy kicsit jobban tanulmányozni az igét, hogy mi alkalmasabbak lehessünk. Az utolsó kérdés ezen a héten ennyi, amivel találkoztunk már hétfőn. Miért jöttél a táborba? Pihenni? Rávédenhetek a szomszédot. Felüdülni? Jó buli lesz? Nem sorolom, amiket hétfőn sem működtem. Én ott akkor azzal zártam, egy könyvben olvastam, néhány szerintem ismerik ezt a könyvet. Aki más felüli, maga is felüli. A felüdülés az nem az föltétlenül, nem olyan leszűkített, hogy igen, elmegyünk majd szabadságra, és végre nem kell dolgozni, ez nagyon szükséges. De az igaz, ige szerint a felüdülés igazán akkor következik be, hogyha az Úristennel való kapcsolatunkban és azáltal lesz változás, akkor többszörösen felüldülheted. Aki más felüldít, aki másnak el tudja vinni a jó hírt, akkor az maga is felüldülni. Én bízok benne, hogy sokan így üdültünk itt, vagy így is üdültünk itt ezen a hírt. Mit tehát hírül, ahogy Jézus annak idején mondta a meggyógyított gadarainak, aki mindenáron Jézus mellett és a csapata mellett akar maradni. Menjél vissza, visszaadta a dogány népethez. Vidd hírül neki, az otthoniaknak, amit veled tett az Úr. Így felüldülsz, nem csak itt, hanem otthon is, az elkövetkező. Amen. Az 56-os számon énekeljük, 56-os. Thank you.
magasztalunk és dicsőítünk, Urunk Istenünk, megváltunk, hogy valóban Te meg tudsz szólítani. Magasztalunk és dicsőítünk Téged, hogy Te mindent megteszel a mi életünk, hogy jöttél megkeresni az elveszett drachmát, az elvonult pénzdarabot, jöttél megkeresni, megszólítani, a nyájhoz visszavinni az eltakarolt bárányt. Jöttél, hogy az élet egy részét eltékozó, tönkretevő embert is megkeres, megtalál. Téged magasztalunk és neked adunk hálát, hogy szent lelkeddel életünkben is munkálkodtál, hogy voltak, akik hozták a hírt, és köszönjük, hogy minket szeretnél tovább küldeni, hogy mi is vigyük tovább a hírt. Nemzedékről nemzedékre, vagy a kortársaink között is. Köszönjük, Urunk Istenünk, mindaz, amit életünkben cselekedtél. És köszönjük, hogy legalább ennyit elmondhatunk másoknak. És hálát adunk azért is, hogy tanár hitunkján előrébb tarthatunk, a Bibliaismeretben jobban elmélyültünk, és még többet el tudunk mondani a jó hírből, szeretetet hírjéből, mert ez a világ sóvárra várja az Isten fiának megjelenését. Hálát adunk ezért a hétért, köszönjük, hogy egymásnak ajándékoztál bennünket, köszönjük, hogy viszonylag sokan együtt lehettünk, és így egy kicsit csiszoltál is bennünket a türelemben, az egymás elfogadásában. Formáltál bennünket egy kicsit, hogy ne ragaszkodjunk mindig a saját kis komfortzónánkhoz, hanem merjünk ahol kilépünk, hogy több szeretetet tudjunk egymásnak adni. Hogy ne csak mindig a saját igényeinket, jogainkat, elvárásainkat hangoztassuk, hanem meglássuk a másik embert, hogy amit rám bíztál, feléjünk sugározzuk, és így magunk is tanuljunk. Hálát adunk mindenért ezen a héten, és köszönjük, hogy azzal a bizonyossággal mehetünk mi is haza, hogy Te Debrecenben is Úr vagy, és Debrecenben is munkálkodsz, és köszönjük, hogy Debrecenben otthon, az otthoni környezetben, de megújult, feltöltekezett lélekkel élhetünk tovább. Könyörgünk gyülekezetünkért, hogy még inkább a Te országod építésén hálózzunk. Könyörgünk a keresztények közösségéért, hogy hadd szólaljon meg az evangélium sok ezer ember előtt, vagy éppen televízió, rádió, interneten keresztül, és hadd szólaljon meg az evangélium személyes beszélgetésekben is, hiszen ez a mi kiváltságunk, hogy elmondjuk, hatalmas vagy, kegyelmes vagy, és fele barátainkat is szerető Isten vagy. Mindezekhez kérjük ezután is segítséget. A hazafelé úton maradj boldalommal, mi velünk. És kérünk, hogy áld meg az otthoni Isten tisztelet részvevőit, és egész népedet ezen a világon, hogy a Te dicsőséged hirdettessék az Úr napján, és hétközönjeiben is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünknek, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Ti azonban választott nemzetség királyi kapcsán, szent nemzet, Isten tulajdonra lett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit érdessétek, aki a sötétségtől az ő csodálatos világossává hívott el. Amen. És most nem a szokásos hirdetések következnek, hanem egy örvendetes eseményt szeretnék bejelenteni, amit ugyan a múlt vasárnap már otthon elmondtuk, meg most is el fogják mondani majd a 11-es istentiszteleten, de hát sokan ide jöttünk. Nevezetesen, hogy a rám következő szombaton kérik házasság közésükre Isten áldását, Miskolc Jócó és az itt lévő doktor Árnika szombaton 4 óránkor. Szeretettel hívják a gyülekezetet, az alkalomra és az utána. Szeretettel kérem, hogy Bert az Orbán és Kisérészés és szeretettel kérem, hogy Péter Szalkos jöjjön ide. És nagy szeretettel kérem Kovács Szécsi Dórát is, hogy ő is. Mondhatjuk lassan, hogy az ősi törvény szerint egy-egy eszendő elteli, persze hölgyek állnak mögöttem, hogy egy szobatosan merem csak mondani, de hát azért mégiscsak így van. Egy tanulmányi eszendő vége felé érkezünk, mármint a katolik vége felé érkezünk. Még ugyan nem ma köszönünk el Zsófitól, de itt mégis a táborban elég sokan együtt vagyunk. Ahhoz, hogy köszönjük, hogy közöttünk voltál az Úristen, nekünk ajándékozott, remélem nem bántad meg, hogy minket meg neked ajándékozott. Még azért jó néhány hétig a megyedei gyülekezet 6 évesen, és majd otthon fog hivatalosan elköszönni, de nem teljesen szakad meg reménység szerint a kapcsolat, bár a hivatalos, mondjam, egy főállás szerintség feladata az máshol fogja majd vezényelni. Úgyhogy legyen az Úristen áldása rajta. Reméljük, hogy valamit sikerül a nagy erdőről elvinni, legalább néhány valamelet nem végül, és reméljük, hogy az Úristen valami talán rajtuk keresztül is adhatod, hiszen a 6. év a gyakorló év erről szól. Úgyhogy így köszönünk el a felkészítéssel. Elkezdik, és a csukrot Debrecenbe fogjuk adatni, mert ugyan itt van két csukor, de a felszállítás közben megsérült. Úgyhogy majd az utolsó istentiszteleten, ahol együtt leszünk, akkor egy év csukrot szeretnénk odaadni. És nagy szeretettel köszönjük és mutatom be, csak itt maradok, csak tudom, hogy kaprázsban vagyok. Nagy szeretettel mutatjuk be, még nem teljesen hivatalos, bármint köcsétes papír még nem érkezett, ha csak nem mi itt voltunk, akkor sem meghozta, de informális úton megtudhattuk, hiszen pont a tábor előtti hétre érkezik oda a Hittudományi Egyetem és az Egyházkerület vezetése, hogy tanulmányaikat, az 5. évet befejező vizsgáikat leteszik a hallgatók, és akkor utána kerülnek kirendelésre 6. éves szolgálatra. Úgyhogy a tábor előtt pár nappal hát megtudakoltam, hogy ki fog hozzánk kerülni, és sikerült megtudni, és hála Istennek éppen ráért Kovács
Szécsi Dórá szeretettel köszöntjük. Most itt két Szécsi áll egymás mellett, az egyiknek odaadom egy pillanatra a mikrofon, hogy azért mondani erről egy mondatot, mert a gondolatot elindulunk. Tulajdonképpen bennem is két Szécsi vér van, mert édesapám is Szécsi volt, és édesanyám is Szécsi. Úgyhogy egy valamilyen Szécsi áll mellettünk, és egészen más vidékről, egészen más helyről származik, de jó vagyunk. Vannak itt Szécsik, azok rokonok, ha nem tagadnak be, de mi nem vagyunk rokonok, csak testvérek az ügyek. Hát kisebb hozottam a gyermek, és szerintem már biztos, hogy Rokitól, meg még sokaktól, elég sok mindent hallottál már róla. Ne ezzel foglalkozzál, hanem majd az elkövetkező egy évben, hadd ismerjük meg egymást, induljunk úgy, hogy minden előítélet nélkül, mármint az előítéletet, jól hát nagy erdőnek, meg valami nyitott szívvel, és reméljük, hogy az Isten így járja meg a közös szolgálatunkat, úgy, hogy Isten hozott itt, és egy évig tartson meg közöttünk egészségben, és gyarapodjon életben, testvéri közösségben. És ezek után, igen, majd Kerti Péter gondolkodót szeretne még szólni, a zárói nekünk után pedig elmegyünk az a szeretés a már ismerhetett helyszerünk. A hirdetéseket hallgassuk meg. Az elmúlt héten terseiben, a nőtök terseiben, minden itt ülő terseiben, rengeteg lelki adomány hallgatott fel. Ezért meghozott kivéthez, és mit hívjuk nekik, milyen nagy dolgokat hozunk vele, és hogyan kérünk majd. Ott hallható a Márk Áramkörű 5. részéből a kivézet, és igen, az elmúlt hét minden napján, sokat foglalkozások elején, a Biblia kötelezőt. Tegnap azt a kérdést tettem fel egy nagyon komoly 9 éves távolatónak. Szerintem mi volt a legjobb dolgok rában? Azt találkozott, hogy a közösség. Ugye ezt a kérdést tettem fel egy körülbelül megélet testvérünknek, aki azt találkozhatta, hogy végre a közösségemben tudok lenni. A harmadik és negyedik intervallany, ugye a kérdés az rászolta, hogy a legjobb dolog a héten a csoportnak, és a tegnap délelőtti alkalom, amikor a megszólításról és az evangélium áldásról beszélgettek, játszottak különböző életből, szociális szituációban. Biztos vagyok benne, hogy többek hasonlóan pozitív és megerősítő választottak volna, ezt a kérdést feltettem volna. Mindenki, akivel együtt voltunk itt a Várni üdülőben, több generációs gyerekeket rámadott. Remélem, hogy azoknak is, akik most voltak itt először velünk, azok a testvéreim, élményt és lelki felülést, erősödést jelentett az elmúlt hét. Azt, hogy az úrtól kapott feladatunkról és küldetésekről tudunk beszélgetni. Szabad és jelentünk arról beszélnünk, és azoknak a munkáknak megköszönnünk, akik lehetővé tették azt, hogy mi az elmúlt héten megfelelő körülmények között és ellátás mellett tudtunk egymás bizonságából lelkileg erősödni, és bibliai példákat tanulni, át tudtuk nézni, meg tudtuk vizsgálni azt, hogy milyen korunk és kortársaink általános jellemzői, és véleményt tudtunk alkotni arról, hogy milyen saját és közösségünk lehetetünk misszióban mutatott erősségei és gyengeségei. Köszönjük gyülekezetünk lelkészeinek,
Lajosnak, Juditnak, Lajos Kársnak és Judit nénnek, Zoltánnak és Zsófiának, a részletekre is jövő munkájának szervezést. Köszönetünk kifejezéseképpen most arra kérem veleket, hogy álljunk fel, és együtt énekeljük el 130-en és Zsoltán így három. Hogy állítsuk helyre az asztalokat, a székeket, hogy meg tudjanak elérni.
éppen és a személyzet idejét figyel az. Ráadásul itt az előtérben is szokor lesz, tehát egy szép gondolás lesz a nagyon felületen. Nagyon szépen behagyjuk itt a tervben. Ebben ez számunk éve. Köszönöm.